Több tízezer tonna törvénytelenül tárolt hulladékot térképeztek fel múlt hónapban Bukarestben az országos környezetőrség ellenőrzései során, amelyeket a rendőrséggel, a csendőrséggel és a helyi hatóságokkal közösen bonyolítottak le egy januárban kötött együttműködési megállapodás alapján. A büntetések értéke meghaladja a 300 ezer lejt, közölte ma Táncos Barna környezetvédelmi miniszter egy rendkívüli sajtótájékoztatón. Suntem într-o locație șocantă, avem imagini șocante. A fővárosi Funtensugár úton terül elénk ez a látvány, ennél az illegális szemétlerakónál számolt be Táncos Barna a múlt havi ellenőrzések eredményéről. Bukarestben a környezetőrség 12 csapata a helyi rendőrséggel közösen végzi az ellenőrzéseket. Februárban 212 olyan helyszínt derítettek fel, ahol illegálisan tároltak több tízezer tonna hulladékot, majdnem 100 ezer négyzetméteren. Az ellenőrzések során több mint 300 ezer lejre bírságoltak, és elrendelték a területek kitakarítását. A mai nap azért tartottunk egy ilyen rendhagyó sajtótájékoztatót, hogy lássa ország, világ, hogyha fellépünk határozottan az illegális szeméttározás ellen, akkor lesznek eredményeink, és ezeket az eredményeket el tudjuk írni Bukarestben is, el tudjuk írni minden Románia, minden nagyvárosában és minden községében. Ehhez természetesen szükségünk van az önkormányzati segítségre. A fővárosban alkalmazott együttműködést országos szintűre terjesztenék. Az azonosított illegális szemétlerakók megtisztítása a terület tulajdonosának a feladata. Aki elmulasztja, azt megbüntetik és határidőt szabnak, hogy kitakarítsák a területet. Ellenkező esetben további 100 ezer lejig terjedő bírsággal sújtható. Ha ennek sincs eredménye, bűnvádi feljelentést tehetnek az érintett ellen. Ez a bukaresti terület például jogi személy tulajdonában van. Megállapítottunk egy határidőt a terület kialakítására. Április 9-éig kell ezt megtenni, tekintettel a nagyon nagy 35 ezer négyzetméteres területre. 50 ezer lejbírságot szabtunk ki. Az ellenőrzések során elkoboztak 7 gépjárművet is, némelyikük értéke több tízezer euró. Táncos Barna szerint eltökéltséggel, határozott fellépéssel megváltoztatható Bukarest és az ország kinézete. Egy európai országban, egy európai fővárosban elfogadhatatlanok az ilyen leverő látványok, hangsúlyozta a miniszter.